Milyen kistestű kutyát érdemes választani olyan idős ember számára, aki már nem igazán mozgékony? Olyan kistestű kutyát érdemes választani, aki nagyon jól jelez, tehát jelzőkutyák közé gyakorlatilag majdnem minden kis testű kutya való. A nagy mozgás igényűek azokat nyilván nem ajánlanám. Tehát a tacskót, a nyugodtan, pekingi palotát, a havanyézét, tehát a, a kis máltait, akkor a bolonyézét, havanyézét, akár még Yorkshire terriert is nyugodtan, bár annak a mozgásigénye egy picivel több, mint az előbb említettek, de a korginak például nagy a mozgásigénye, azt már nem, nem biztos, hogy ajánlanám. Tehát meg kell, meg kell tudakolni, hogy akit, akivel szemezünk, aki tetszik, hogy amilyen fajtát nagyon szeretnénk magunkhoz emelni, idős létünkre, annak a mozgásigénye milyen. Ha nagy, akkor nem biztos, hogy feltétlenül javasolnám. Ha a mozgás igénye átlagos, vagy az átlagosnál kisebb, mint például a Mopsé, vagy éppen a Pekingi palotái, akkor én azt gondolom, hogy az kifejezetten alkalmas. Annyi mozgás természetesen a kutyának is kell, amennyi jót tesz az idős embernek egy rövid séta formájában, háromszor egy nap, de hosszú nagy túrákra nem kell feltétlenül fölkészülni sem egyik, sem másiknak.